Új kenyér ünnepe, augusztus 20-án Szent István királyra és a magyar állam alapítása is emlékeztek országszerte. Korábban érik az alma, az idei hazai termésmennyiség várhatóan az átlagos alatt lesz. Készüljünk az iskola kezdésre, nem csak a tanszerek megvásárlása, hanem a lelki és fizikai ráhangolódás is fontos ebben az időszakban. Nyolc különböző kovászos kenyeret kellett értékelnie a zsűrinek augusztus 20-án Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum faluban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A skanzenben az aratás és a kenyérkészítés mozzanatain volt a hangsúly, ezekkel a hagyományokkal ismerkedhettek meg a látogatók. Debrecenben a virágkarnevál, Budapesten pedig az országtortája volt a fókuszban. De számos helyszínen ingyenes kulturális, gasztronómiai programok, valamint koncertek várták az érdeklődőket az államalapítás ünnepén. Malacka! Tudom, hogy ide van vagy. Nyisd nekem ajtót! Háj, Tohonya! Medve apa azt mondta, hogy valami rosszban sántikálsz. Neked aztán nem nyitom ki az ajtót. Ha nem nyitod ki az ajtót, nem látod viszont a barátodat, a mókuskát. A Kalamajka Bábszínház szórakoztatta a gyerekeket augusztus 20-án délelőtt a Sósói Múzeum faluban. Míg a kismalac és a farkasok, avagy forró vizet a kopaszra című bábjátékkelt életre a színpadon, addig a barabási iskolaudvaron egy Hoffer traktor. A traktorhoz kapcsolt, 1900-as évek elején készült magyar cséplőgép annó sokat segített a gazdáknak a betakarítás után. Az évek során az eszköz elhasználódott, közel egy évig tartott a felújítása, 3 éve azonban újra működőképes. A régi technológiának köszönhetően viszont számos munkás kéz is kell a gép mellé. Nagyon szépen dolgozik, igazából minden tökéletesen megpróbáltunk megmozgatni rajta, amit lehetett. Ennek a munka végzése úgy működik, hogy fentről van a kéve, ugye onnan lesz átadogolva fel a kévevágónak, úgy mondják, hogy kévevágó, fel az etető, aki eteti maga a gépet, és akkor onnan a többiek vannak. Vannak itt a szalma résznél, vannak a rudas húzó, van a rudas hordók vannak, a törek hordó és a pejva hordók vannak, nyilvánvaló hátul a zsákosok vannak, és akkor ezek így történtek. Ez egy jó, sokkal könnyebb munka volt, de viszont ez sem volt egy nagyon könnyű munka, azért napjában 16 órát dolgozni ezzel a géppel nem egy egyszerű volt. Mi megpróbáljuk feleveríteni a dolgokat, a hagyományokat, próbáljuk ápolni, és akkor próbáljuk továbbvinni a fiataloknak, elég sok fiatal, hogy csatlakozott hozzánk. A látogatók megtapasztalhatták, hogy a falusi ember életében rend volt, mindennek megvolt a pontos menete és ideje. A legnagyobb mezőgazdasági munkát az aratással, az aratást lezárva megünnepelték. Ez egy nagyon fontos dolog volt, mert hogyha volt megfelelő mennyiségű búza, akkor a mindennapi kenyér is az asztalra került. Augusztus 20-a nem csak a magyar nemzet számára fontos ünnep, a Sóstói Múzeum falu éves programjában is kiemelt helye van. Ez ugyanis egy remek lehetőség arra, hogy a skanzen küldetését beteljesítse, miszerint a régi hagyományokat szeretnék rendszeresen feleleveníteni, életben tartani és a fiatalabb generációnak is megmutatni. Örülünk, hogyha egy picit azokat a bizonyos gyökereket még közelebben meg tudjuk nekik mutatni, éppen ezért nyitottak a portáink, éppen ezért indult a malom, és mutatom meg olyan hagyományos technikákat, amik által esetleg nem csak ez lesz népszerű, hanem hétköznap is várhatjuk majd ezt látogatókat. Augusztus 20-a a múzeum faluban elsősorban az új kenyér ünnepét jelenti, és a hagyományoknak megfelelően idén is meghirdették a versenyt, melynek során keresték a gazdasszony vagy a gazda legszebb, legfinomabb kovászos kenyerét. A zsűrinek azonban idén sem volt egyszerű a dolga. Külsőt azt szerintem mindenképpen nézni kell, hogy mennyire esztétikus a kenyér, mennyire hozza ezt a házi jellegét, hogyan van díszítve, mert ugye az sem egy. Nekem nagyon fontos az ízvilág. Enikő, te mit teszel hozzá? Én még a bejezetet teszem hozzá, hogy mennyire szép, mennyire érett, mennyire megkelt a kenyér. És mennyire van átsülve, az is fontos. Tehát fel van dobva számunkra a lecke, hiszen 8 különböző kenyér érkezett, és egyik sem viszonyítható, egyik íz sem a másikhoz. De igyekszünk jó döntést hozni. A hosszas zsűrizés után napközben az is kiderült, ki készítette a legjobb kenyeret. A zsűri döntése alapján Lackó Józsefné, Vajdácska
településről hozott nekünk, így van, egy kovászos kenyeret, Vajdácska, egy borsodi település, táncairól is nagyon híres, csodálatos viseletéről is, nagyon híres település, de most már azt is tudjuk, hogy a kovászos kenyér is bizony otthon van. Már szedik az almát, a tavaszi hideg hatásoknak, valamint a nyári aszálynak és hőségnek köszönhetően nagyobb mértékű terméshullás indult be. Mivel sok országban jelentős fagykár érte az ültetvényeket, a hazai gazdák jó pozícióból indulnak. Várhatóan a külföldi felvásárlók is keresni fogják a kiváló minőségű almákat. Bár még nincs itt a megszokott ideje, már szedik az almát ezen az új fehértúji alma ültetvényen. Az érés az öntözött, jéghárús ültetvényekben mintegy két héttel van előrébb a megszokottnál, az öntözetlen, főleg ipari célú ültetvényekben pedig három héttel korábban kezdődhet meg a szüret. 30 éves pályafutásom során nem tapasztaltuk még ezt, vagy én sem tapasztaltam azt, hogy több mint két héttel korábban érnek a fajták. Korábbi volt természetesen a virágzás is, és ugye azt tudjuk, hogy a virágzástól, a megtermékenyítéstől számított napok száma az minden fajtánál leírható, és a különböző fajták különböző érésidővel rendelkeznek. Így a korai fajták, például a gála, amivel már Magyarországon is megindult az alma szüret, normál időszakban, augusztus utolsó hetében, augusztus 20-a után szoktuk elkezdeni a szüretet, és augusztus 5-én a jól színeződő korai gála változatokkal szinte minden jó kertben megindult a szüret, és ezt kiszámolhatjuk, hogy ez minimum 15 napos koraiságot jelent. A korábbi érésre nem volt felkészülve a piac, így nagyon sok gazda keresi még a helyét az almának. Az értékesítési láncok keresése és a nagy meleg miatt félő, hogy túlérhet a termés. Ez azt jelenti az almánál, hogy az érési folyamat, mivel beindult már ugye elég régen, nagyon felgyorsul, és nagyon rövid idő áll rendelkezésre, hogy megfelelő szedési érettségben szedjük le, mert ez a záloga annak, hogy ez az alma 12 hónapon keresztül a fogyasztók asztalára kerüljön, és jó minőségben tárolható legyen. A túlérett alma az nagyon rövid ideig tárolható. A tavaszi hideg hatásoknak, valamint a nyári aszálynak és hőségnek köszönhetően elsősorban az öntözetlen ültetvényeken nagyon korán beindult egy jelentősebb mértékű termékhullás. Mivel szabad ég alatt tartják az almát, az időjárás mindig hatással van a termesztésre. Azért is vannak így az ültetvényben ezek a védelmi berendezések, a fagyvédelemtől a jégvédelemig, sőt a nap sütés ellen is véd valamennyit ez a jéghálónak nevezett anyag. És óriási probléma, ugye több mint három hetes nagy kánikulán vagyunk túl. Úgy gondolom, hogy ez a mezőgazdasági termelésnek óriási károkat okozott. Az intenzív alma ültetvények elképzelhetetlenek öntözés nélkül, úgyhogy én azt gondolom, hogy a magyarországi modern öntözéssel, fagy és jégvédelemmel ellátott ültetvényekben, azzal, hogy minden nap jelentős mennyiségű vizet juttatunk ki az almafáink alá, még talán tudjuk kezelni ezt az extrém időjárást, viszont a gyümölcsök felületén ez a nagy sugárzás már okoz károsodást, ezt nevezzük napégésnek, de még nem olyan mértékben, hogy ez jelentősen befolyásolná az étkezési célú alma ültetvényeknek a termés mennyiségét. Az alma ágazatban az étkezési és az ipari szegmensben egyaránt keresleti piacra lehet számítani. A várható hazai alma termés jócskán alulmúlja a tavalyi 472 000 tonnát. A becslések szerint az idén mindössze 330 000 tonnára lehet számítani. Ezzel Magyarországon is az elmúlt 10 év második leggyengébb termése várható. Nagyon sok országban jelentős fagykár érte az ültetvényeket. Lengyelországban például, ami az európai termés több mint egyharmadát adja, 30-40%-os kiesést prognosztizáltak. Éppen ezért a hazai gazdák jó pozícióból indulnak, hiszen várhatóan a külföldi felvásárlók is keresni fogják a jó minőségű almákat. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy széklábbal verte agyon édesapját.
A Nyíregyházi Járásbíróság nyomozási bírója 2024. augusztus 16-án egy hónap időtartamra elrendelte FG gyanúsított letartóztatását. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2024. augusztus 15-én az esti órákban, ajaki lakásukban szóváltásba keveredett az édesapjával, mely során egy 80 cm hosszúságú széklábbal többször fejen ütötte őt. Az ittas állapotban lévő édesapa az ütések során olyan súlyos fejsérüléseket szenvedett, melyek következtében a helyszínen életét vesztette. A nyomozás még kezdeti szakaszban van. A férfit jelenleg egy kiemelten súlyos, akár 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésével gyanúsítja a nyomozóhatóság. Erre tekintettel a bíróság döntése szerint fennáll a veszélye annak, hogy szabadlábra helyezése esetén a férfi a hatóságok elől elszökne vagy elrejtőzne, ezért elrendelte letartóztatását. A végzés nem végleges, a gyanúsított és védője enyhébb kényszerintézkedésért fellebbezett. Megfelelő mennyiségű alvás, kevesebb képernyőidő. Fontos, hogy már most elkezdjék a szülők a gyermekek felkészítését az iskola kezdésre. Az alvásidő előrehozása különösen fontos, a pihenés hiánya ugyanis számos negatív hatással jár. Többek között a memória és a koncentrációs készség romlása is a kialvatlanság számlájára írható. Kevesebb mint 2 hét múlva vége a vakációnak. Ennyi ideje maradt a gyermekeknek és a szülőknek arra, hogy a nyári üzemmódról áthangoljanak a tanévkezdésre. A szakemberek szerint fontos időszak ez, mert nem csak a lelki, hanem a fizikai felkészülést is érdemes elkezdeni ilyenkor. Most ez a feladat a szülőknek, hogy előrébb kell hozni a lefekvés idejét, és hát talán ebben már segít, hogy kicsit hamarabb sötétedik, de otthon is lehet erre különböző technikákat, mondjuk este már ne fogyasszanak cukros üdítőt, édességet a gyerekek, hogy ne pörögjenek fel, a képernyő használatot is este most már egy kicsit lehet jobban korlátozni, inkább halványabb fények, mint a kék fény, és meseolvasás, társasozás, ami egy picit hamarabb lecsendesíti a gyerekeket. Napközben mozogjanak sokat, hogy jól elfáradjanak, és hát a kisebb korosztálynak már este 9-kor érdemes lefeküdni. Nyilván a kamaszoknál ez még sokkal nehezebb nekik, a bioritmusuk is az diktálja, hogy hajnalokig fent legyenek, de ahhoz, hogy majd a reggeli órákban is megfelelően tudjanak az iskolába figyelni, nagyon fontos, hogy kipihentek legyenek. A pihenés mellett a koncentrációt fejlesztő játékos feladatokkal, naponta pár perc olvasással is segíthetjük, főként az alsó tagozatos gyermekek iskolára hangolódását. A leendő elsősöknél viszont a nyár utolsó napjaiban inkább a lazításra koncentráljunk. Szakemberek szerint ugyanis még a szülők nagy részénél is stresszel teli időszak az augusztus vége. Az iskolába készülő kicsiknél ezért az esetleges szorongás feloldása a legfontosabb. Az első osztályosok sem egy nap alatt lesznek első osztályosok, hanem adjunk ennek időt. Ez egy hosszabb folyamat, inkább olyan novemberre érnek ők meg az iskolára. Attól, hogy most szeptemberben beiratkoznak, vagy hogy elkezdik az iskolát, még nem lesznek automatikusan iskolások. Úgyhogy ez is egy ilyen hosszabb, hagyjunk nekik időt, legyünk türelmesek. A reggeli sírdogálásokkal is, ha esetleg ez van, akkor is ezekkel is legyünk megértőek, elfogadóak, ne kérjük tőlük, hogy ne sírjanak feltétlenül, hanem biztassuk arra őket, hogy fejezzék ki az érzéseiket, de nyugtassuk meg őket, hogy minden rendben lesz, meg fogják szokni az iskolát, lesznek barátaik, de hogy az elején nehéz, hát meg minden új, ezzel tudjunk egy kicsit empatizálni szülőként. Az első pár hét minden korosztály számára okoz nehézséget, az átállásban azonban sokat segíthet, ha a napirend kialakításában fontos szerep jut az elegendő alvásnak. Júliusban több mint 15 millió forintot fizettek be a blitzelők a vasúttársaság számlájára. Ez rekordnak számít, ekkora bevétel soha korábban nem érkezett a MÁV Starthoz. A követelés behajtásból származó bevételek nem csak júliusban, hanem 2024 teljes első fél évében is kimagaslóak voltak. Januártól júliusig közel 80 millió forint folyt be a MÁV Start kasszájába, amely összességében 40%-kal haladta meg a tavalyi azonos időszak értékeit. A blitzelésből származó második legmagasabb havi bevétel 13,3 millió forint volt még 2020 márciusában, vagyis 4 éves rekord dőlt meg idén júliusban az összesen 15,2 millió forintos befizetéssel. Az idén júliusban beszedett rekordösszeg jelentős mennyiségű késedelmi
állami díjat és kamatot is tartalmaz. A legmagasabb egyösszegű befizetés elérte a 148 ezer forintot. Minél később rendezi egy blitzelő az adósságát, annál többet kell fizetnie, sőt, ha jogi úton érvényesítik a vasút felé fennálló tartozást, úgy a kamarai és végrehajtói díjak is a renitens utast terhelik. Imáron komoly szankciókkal, jogi eljárással, sőt, akár ingatlanja elvesztésével néz szembe az, aki a vasút felé fennálló adósságát nem rendezi, áll a MÁV ZRT közleményében. Szatmárcseke testvértelepülései és a környező falvak egyesületei, klubjai is képviseltették magukat a szatmárcsekei Szilva Lekvár főző fesztiválon. A lekvár mellett számos, a tájegységre jellemző, jobbára szilva lekváros ételt is megkóstolhattak a látogatók. Decensen egymástól elhúzódva ül ezen a padon a két falubeli. Azért így, hogy bizony szájára ne vegye őket a falu. Pedig ugyan jó alkalom lehet az ismerkedésre és a baráti kapcsolatok ápolására egy jó szilva lekvár főzés. 20. előtti hétvégén minden hét szilva lekvár főző fesztivál, mindig megtartjuk. Ez a mi falunapunk, és ha lehet mondani, nem csak egy falunap, testvértelepülések találkozója, illetve azért itt a környező szatmári települések is be tudnak mutatkozni. Ha egy rendezvény csak nem negyed évszázados, nem volt szabad elmulasztani azt a kérdést sem, hogy mi a titka a szatmárcsekei szilva lekvárnak. Szerintem az, hogy itt egy kis szatmári vendégszeretet, egy kis mosolyt is belefőzünk. Lehet, hogy többet, mint máshol, mert azért itt nem csak szilva lekvár folyik napközben, illetve fő, hanem kóstoljuk a szilva pálinkát is, és az úgy együtt testére egy egész jó elegyet tud képezni. A megnyitón részt vett Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár elnöke is, aki mondandójában kiemelte a szatmári szilvalekvár közösségformáló erejét. Jó látni azt, hogy évről évre itt vannak települések, nem csak határon belülről, nem csak a szatmári térségből, hanem a határon túlról is. És ez úgy gondolom, hogy azt az összefogást és azt az egységet jellemzi, amely a magyarságot is nyugodtan jellemezheti, hiszen itt, hogyha egy almafát nézünk, akkor egy almafának az ágai lehet, hogy átlógnak a szomszéd kertjébe, és azokat a gyümölcsöket, azokat a szomszéd is élvezés. Valahogy ezt jelzi nekünk is az, hogy valóban itt a határon túli magyarság, azokat a gyümölcsöket, amelyeket lepotyogtat a mi almafánk, azt mindenképpen nekik is élvezni kell, és ez az egység, ez itt Szatmárcsekén megjelenik, és maga a lekvár is egy olyan étel, egy olyan termék, amely abból a különleges szilvából készül, amelyet nem tudom szilvának nevezünk, és amely itt akár az útszélén is megterem. És ez a gyümölcs, ez mind beltartalmi szempontból, mind pedig ásványi anyag tartalma szempontjában egy nagyon különleges gyümölcs. Úgy gondolom, hogy méltó helye van az asztalokon, és méltó helye van magának a szilva lekvárnak is, vagy kell, hogy legyen. És bízom benne, hogy egy-egy ilyen rendezvény azért magát azt az egészséges élelmiszert is népszerűsíti. A 24. Nemzetközi Szilva Lekvár Főző Fesztiválra Erdélyből és Párciumból is érkeztek csapatok, de a Tolna megyei Atara is képviseltette magát. Hétvégén negyedik alkalommal rendezik meg a VIT Tour Nyíregyházi Futófesztivált. A résztvevők a Kossuth térről rajtolva teljesíthetik az 1, az 5, a 10 és a félmaratoni, azaz a 21 kilométeres távot. Lesz egy 1 kilométeres jótékonysági futás is. A bevételt a Bohóc doktoroknak és a Kérlek Segíts alapítványnak ajánlják fel a szervezők. Az egészségfejlesztés, a környezetvédelem fontosságára való felhívás, valamint a jótékonyság jegyében hívták életre 3 évvel ezelőtt a Nyíregyházi Futófesztivált. Tavaly már 900-an futottak, és szereztek közös élményeket a vármegye székhelyen. A negyedik rendezvény szombaton kezdődik. Az első napon egy motivációs estet tartunk, ilyenkor országosan elismert sportolók és szakemberek motiválnak minket az egészséges életmódra. Idén az egyik fő célja ennek az estnek, hogy a hosszú egészséges életre motiválnánk a futókat, ide azokat várjuk, akik másnap futnak, tehát bármilyen jótékonysági jeggyel tudnak jelentkezni, és ez online is élőben lehet közvetíteni, úgyhogy aki nem tud jelen lenni, az mindenképpen nézze online. Másnap pedig indulnak a futóversenyek az 1 kilométeres jótékonysági távtól, a gyermektávon át 5 és 10 kilométer egészen az egykörös félmaratonig, ami csodálatos országos szinten is, hiszen két tóval, Sóstoly út gerincével, változatos tereppel várjuk a futókat.
A szervezők ismét 1000 körüli indulóval számolnak. A rendezvény zökkenőmentes lebonyolításában 250 önkéntes segítkezik, a bevételt pedig ismét jótékony célra ajánlják fel. A bohóc doktorokra gyűjtünk, ők ugye a beteg gyermekeket látogatják meg a kórházban, és egy kicsivel jobb kedvre derítik. Mellette pedig a Kérlek Segíts Alapítványnak jótékonykodunk, ők elhízott gyermekek táborosztatásával foglalkoznak, és ugye nagy elismerés az eseménynek, hogy 4 évvel ezelőtt, amikor elindítottuk ezt a futófesztivált, akkor az volt a célunk, ugyanúgy a Kérlek Segíts Alapítványnak gyűjtöttünk, hogy egy nagy szabású külső robotváz, tehát egy exoskeleton kerüljön a helyi kórházba, és ez az okfő segítségével a kórháznak tavaly sikerült is beszerezni. Lebénult emberek és mozgás korlátozottaknak segít ez a robotváz újra visszatérni a normális életbe, hogy újra tudjanak lépkedni, és nagyon fontos, hogy idén a félmaratont egy olyan úriemberre nyitjuk meg, aki az exoskeletonnek köszönhetően újra mozgásba állt, pedig tavaly előtt sztrókot kapott. Kovács Ferenc polgármester szerint több okból is különleges a nyíregyházi futófesztivál. A hangulata szerintem egyedülálló, az is egyedülálló, hogy ugye a félmaraton az egykörös, és a város legszebb részein megy keresztül, de hát a hangulata is, mert ugye amennyi önkéntes itt van, és amilyen hangulata fogadják a befutókat, és biztatják az emberek a futókat, ez nagyon-nagyon különleges. És hát az is ugye, hogy többféle táv van, ahogy szokott, tehát az 1 kilométertől a félmaratonig, és hát talán attól is különleges, hogy megint itt lesznek a testvérvárosaink, 3 testvérváros, és ők is részt vesznek a futáson. A verseny központja a Kossuth tér, onnan rajta reggel 8:30-kor a félmaratoni mezőnye, majd következik a 10, az 5 és a 2 1 kilométeres verseny. A rendezvény, amelyet a Brand New koncertje zár, ideje alatt a városban félpályás útlezárásokra lehet számítani. Kedves nézőink, iradunk végén jöjjenek főpíreink még egyszer, néhány mondatban. Országszerte ingyenes kulturális gasztronómiai programok, valamint koncertek várták az érdeklődőket az államalapítás ünnepén. Debrecenben a Virágkarnevál, Nyíregyházán pedig a tradicionális kenyérsütés volt a fókuszban. A Sóstói Múzeumfaluban az aratás és a kenyérkészítés minden mozanatát megmutatták a látogatóknak. A vártnál mintegy 2 héttel korábban ért be idén az alma. Az ágazatban az étkezés és az ipari szegmensben egyaránt keresleti piacra lehet számítani. A bestések szerint idén mindössze 330 000 tonna körül prognosztizálható a szüretelhető mennyiség, ezzel Magyarországon az elmúlt 10 év második leggyengébb termése várható. Nem csak a gyerekek, hanem a szülők számára is stresszes az iskola kezdés előtti időszak. A mentális és fizikai felkészülést a szakemberek szerint már ilyenkor el kell kezdeni. Ebben kiemelt helyen szerepel az alvásidő előrehozása. Augusztus 21-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, holnap is jelentkezünk majd természetesen híradóval, és várja önöket a weboldalunk is, ha éppen félig tudtak volna megnézni egy-egy tudósítást, vagy lemaradtak volna róla, akkor az interneten keresztül újra megtekinthetik. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön a fátyol felhőzet az ország északi felén időszakosan szűrheti a napsütést, a Tiszántúlon emellett gomoly felhők is képződnek. Az ország keleti felén egy-egy zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Napközben 28-30 fokig melegszik fel a levegő.